9 dolog románokról, magyarokról, autonómiáról. Főtér.ro szerző Szabin Germán, 2018. november 22. Tudni kell, hogy Szabin Germán az egyetlen olyan román nemzetiségű értelmiségű újságíró, aki részt vett a székelyek nagygyűlésén, és nem csak hogy részt vett, hanem támogatja is Székelyföld autonómiáját. Egyszerű dolgok, melyekről nem szokás beszélni a székely nagygyűlés kapcsán, ezeket még egyszer el kell mondani, és talán még százszor, ha megnézzük, hogy mekkora cészőt csapott a sajtó a székelyek nagygyűléséből. Sokan csak a kék zászlós fényképeket látják, és az összes többit inkább szőnyeg alá söprik. Igen, volt kiabálás, skandálás az autonómia mellett, de az autonómia végső soron öngondoskodást jelent. Csak az öngondoskodásra képtelenek nevezik ezt szeparatizmusnak. Mondjak példákat. A román állam az idők folyamán egy csomó bürokratikus hullámtörőt épített ki magának, valójában holmi kisebb államocskákat, melyek végül meggátolják a közösségek fejlődését. Kis hajókat akar Temesvár a Begán működtetni? Egy egész évnek kell eltennie, mire Bukarestben valaki, nem lehet tudni, hogy kicsoda, rányomja az úgymond engedélyezve pecsétet. Autópályát akarnak a moldvaiak, méghozzá az EU ingyen pénzén. Évekbe tellett, két autós felvonulásra volt szükség, hogy a központi kormány negyedfülnyit odafigyeljen. Pités nagy szeben. A helyzet 10 év után sem világos, néha egy-két hivatalosság méltóztatik elmormogni, hogy igen, biztosan elkészül. Közben Marokkóban már több dacia készül, mint Pitésben. Márpedig a közösségek nem így működnek. A központ engedélyével nem vazalusok, hanem partnerek a törvényi kereteken belül. Minden közösségnek specifikus forrásai, specifikus viselkedései, lehetőségei és specifikus igényei vannak. És te, állam, a nemzeti egységes oszthatatlan káoszon kívül mi más csinálsz? Azt is kimondták világosan és egyértelműen, hogy a nacionalizmus sohasem megoldás, bármilyen nyelven üvöltik azt a tömegnek. Valószínűleg ez ugyanolyan mértékben zavaró, mint az autonómia, főleg amikor nem nagyon van mit felmutatnod a centenárium alkalmában. Autópályák nincsenek, a kórházakban halál vár rád, az oktatás padlón és mindennek tetejében a helyed, hogy annak örülnél, hogy a bolygó legvilágosabb rendszeréhez, az Európai Unió és a bolygó legbiztonságosabb rendszeréhez NATO tartozol, újjal mutogatnak rád és a civilizált világ elkerül. Ilyen körülmények között már csak azok protokollizmusai mentenek meg téged, akik 30 éve nem olvastak egyetlen könyvet sem, és a tatárlakai táblácskákkal alszanak a párnájuk alatt. Igen, a gyulafehérvári kiáltvány szóba került a beszédekben. Igen, én magam áruló egyértelmű is azt mondtam, hogy ha betartották volna, a gyulafehérvári kiáltvány jó és becsületes helyé változtatta volna ezt az országot minden lakója számára, függetlenül attól, hogy milyen nyelven álmodunk, vagy milyen templomba megyünk vasárnaponként. A tankönyvekben nem szerepel, de valószínűleg ez a 20. század legmodernebb elpuskázott dokumentuma. Helyre rázhatott volna egy errefelé állandóan túlságosan elbizakodott történelmet. A gyulafehérvári kiáltvány lerakhatta volna egy új, modern Románia alapjait, ahelyett az 1923-as alkotmányt választották, melyet balkáni trükkökkel kényszerítettek az erdélyekre és a moldvaiakra is, a prut mindkét oldalán, és ez sem szerepel a tankönyvekben, de ezt az alkotmányt azután fogadták el, hogy a nem vlahoknak ígért alkotmányozó gyűlést Bröciánul recserélte az övé által uralt parlamentre. Az elégedetlenkedések óriásiak voltak, a viták az egyesülés visszacsinálásával fenyegetőzésig durvák, a moldvaiak és az erdélyek is decentralizáló alkotmánytervezeteket javasoltak, melyek gondosan bánnak a Nagy Romániába újonnan érkezett hagyományaival. Nem vették figyelembe őket, a déli liberális bolyárság már maga alá gyűrte az országot, és már a fogával próbálta a pénzt. Ugyanilyen egyértelműen a kultúrák egyenlőek, az összes, a Buenos Aires, a jó napot, vagy a Guten Tag pontosan ugyanazt jelenti, és újra kell majd olvasnunk Szlávicsot és Kóskárolyt, ha valóban hiszük,
hogy az egység a sokszínűségben van, csak hogy a sokszínűség tisztelete egy picivel többet jelent egyszerű diskurzusoknál, vagy félig elgáncsolt törvényeknél. Miért zavar bárkit a székely zászló, ha ez a jelkép hozza össze az embereket? Összefogja a történelmüket, a hagyományaikat, az énekeiket, és az összes múltbéli emléküket, ahogy azt bármely másik zászló teszi. Bukovinában Bukovina zászlója ki van tűzve az intézményekre, sőt, ha jól emlékszünk, néhány évvel ezelőtt maga Töri Csánut tisztelgett Máramaros zászlója előtt. Kész Máris Bukovina és Máramaros nélkül maradt Románia? Vagy éppen ezekbe a térségekbe imádnak menni a turisták, akiket pontosan a hagyományok, énekek, helyek, történelmek varázsolnak el? Tavaly egy március 15-i rendezvényen Kolozsváron megbírságoltak egy fiatalt, mert itt a csendőrség jegyzőkönyvéből idézek. Erdély 1918 előtti zászlóját vitte, idézet bezárva. Netán mi, erdélyek, pestisebbek lennénk, vagy valójában azért rettegnek, mert még nem kényszerítettek teljesen meghunyászkodásra minket? Az zavar, hogy Erdély 1000 éve létezik. Jóval régebb, mint a bukaresti minisztériumok. Erdély, újra megfigyelted, hogy erről a régióról csak akkor szoktak beszélni, ha magyarokról van szó? Egyetlen vadrománt abból a fajtából, akik állandóan attól rettegnek, hogy Taliskán elhordják Erdélyt a magyarok, szóval egyetlen vadrománt sem hallottam a mocok törvényéről, azaz a 33/1996-os törvényről beszélni, amelyet még mindig nem tartanak be, holott már 22 év eltelt a megszavazása óta. Egyetlen rettegő sem láncolta magát az erdélyi autópálya romjaihoz, amely több milliárdnyi áruexportot biztosított volna, és amelyik, ha össze lenne kapcsolva a Jászvásár-Marosvásárhely autópályával, akkor esélyt adna gazdaságuk újraindításához a moldvaiaknak. Hamarabb mutatják a hírekben azoknak a picsogását, akik arra panaszkodnak, hogy Székelyföldön nem tudnak micset venni, mint egy hagyományos butort, egy népművészeti kézművest, vagy egyszerűen egy kürtös kalács, vagy turos batyú receptet. A székelyföldi nagyörösen azt is mondták, hogy az autonómia nem jelent függetlenséget. Senkinek sem kell majd útlevéllel érkezni a régióba, mint ahogy a helyi közigazgatása autonómiáról szóló 215/2001-es törvény megszavazása után sem kért a szépvásári polgármester semmilyen útlevelet a Jási vagy Dózs megyeiektől. Az autonómia még csak nem is önzőség. A regionális költségvetés egy része bekerül a régióközi szolidaritási költségvetésbe, éppen azért, hogy eltüntesse a kirívó fejlődési különbségeket. Mi van most? Ahelyett, hogy a gazdaság régiók szintjére emelnénk a szegényeket, a gazdagokat süllyesztjük le a szegények szintjére. Az egész világon ezt tesz a központosítás, nem csak nálunk, mármint Romániában, csak hogy nálunk a tanulás már nem igazán számít a vezetőink számára. Hallottak akár egy olyan polgármesterről, aki arra panaszkodik, hogy nem tudta leaszfaltozni a falut, mert a szeparatisták ellopták az aszfaltját. Nem hiszem, de biztosan hallották őt a központosítást szídni. A Romániának nem a szeparatizmus a gondja, hanem ez az észbontó központosítás. És ez egy olyan állam történelmi rossz szokásából fakad, amely mindig hárította a partnerséget a saját polgáraival. A szeparatizmus miatt nem épülnek autópályák, iskolák, kórházak? Tényleg? És még egy bizonyíték az árulásra. Szintén tőlem. Bécs idejében Erdély létezett, Budapest idejében Erdély létezett. És eljött Bukarest, úgymond testvéri ideje, és Erdélynek már nem szabad felkerülni a térképre. Nem igaz? Inkább mindenféle északnyugatokat, központokat és más ákombákomokat kennek fel a térképre. Csak ne kell leírniuk Erdély nevét. Ugyanez a helyzet Moldvával, Bukovinával, Bánsággal, Dobrudzsával vagy Olténiával. Félnek a történelmi régióktól, valamelyik idő óta szekus beleverte a fejükbe, hogy a Romániát alkotó régiók nevei sebezhetőséget jelentenek Románia számára? Árulóként kijelentem, leírom, aláírom, na, hogy soha a büdös életben nem leszek északnyugati, de Erdély mindig. Szeretném én azt látni, hogy a moldvai északkeletének nevezi magát. Valójában ez egy történelmi szamárság. Valószínűleg Erdély a legismertebb régió a bolygón, hogy Hollywood miatt, hogy a vámpírok miatt ez van,
Az idegenforgalmi potenciál óriási, kézről kézre adnak a nagy idegenforgalmi honlapok, és mindenfelé ajánlgatnak. Sőt, még Károly herceg is idejön, és olyan reklámot kapsz tőle, mint senki mástól. Te, mint bukaresti vezető, még mindig attól rettegsz, hogy Erdély vonattal Bécsbe szökik Budapesten keresztül. Mi a felének okosodtál ki azért, hogy bekerülj az Európai Unióba, ha semmit sem értesz a 21. századból? Ez már nem hangzott el a székelyföldi nagyülésen, de itt el kell mondani, ha a román állam stratégiai horgonynak fogja tekinteni a Bukaresten kívüli régiókat, ha ugyanabban az undorító közigazgatási vazalusságban tartja majd őket, akkor a román államnak gondja lesz. Egyelőre maga a Victoria Palota az egyetlen szeparatista pont Románia térképén. Egy olyan kormány fősvény magányossága áll szemben a Barriera Vergulujon túli emberek a tágan vett bukaresti belváros széle törekvéseivel, amely kormány állandóan az állítólag általra irányított országnak a sokszínűségétől retteg. Vagy a mai napról beszéljünk, vagyis a kormányon lévők által fogcsikorgatva hajtogatott Roexitről, a többiek Európai Unióban maradási óhajával szemben. Mit gondolsz, mi fog történni? Majd a teleormáni szultánok előtt fogunk hajbokolni? Passz! A dolgok tényleg egyszerűek, csak el kell fogadnod az identitás becsületes megosztását, el kell egy kicsit gondolkodnod azon, hogy a sokszínűség többletérték, de egy olyan országon is, melyet 100 éve egyszerűen olyan alakok vezetnek, akik szintén 100 éve nem olvastak egyetlen könyvet sem. Na, pazd meg, könyvet mondtam. Na, ez az igazi árulás.